Nem mindennapi halfogás könyvelhetett el a napokban Kovács Sándor. A hajdúszoboszói horgász egy másfél méteres, több mint negyedmásás halcsát akasztott horogra. A rekorderrel a tópartján beszélgettünk a rendkívüli eredményéről. Kovács Sándor már fiatalon is horgászgatott, de igazán csak a nyugdíjas évek eljöttével kezdett komolyabban foglalkozni a pecázással. Amikor nyugdíjba jöttem, akkor kezdtem horgászni, akkor vettem ki a engedélyt, akkor váltottam, és azóta horgászom. A rekordfogás napján konkrétan harcsát szeretett volna kifogni. Hajnalban már úgy gondolta, hogy nem lesz szerencséje, de valamiért mégis kitartó maradt. A cél harcsa volt, de előtte már volt az, hogy ottan láttam, hogy forgolódik, ott megyen el, elvitt már egy úszómat is, és reggel úgy jöttem ki, hogy harcsát akarok fogni, de ugyanakkor már késő volt, már 5:30 volt, és gondoltam, hogy már biztos, hogy elment, de azért csak becsalisztam, és betettem, és 6 órakor pontosan meg is fogtam. A hatalmas méret ellenére nem tartott túl sokáig a harc a horgász és a harcsa között. Rövid ideig tudtam fárasztani, 15 perc volt, hogy fárasztottam. Akkor szóltam a fiamnak, hogy jöjjön ki, mert harcsát fogtam. Akkor láttam meg, hogy harcsa, és 15 perc múlva ki is vettük. A tekintélyes méretű fogásra nem minden nap van példa, de hogy pontosan mekkora is ez a hal, azt halljuk a rekordertől. Ez pontosan 1 méter 50 centi hosszú volt, és 26 kiló 60 dekát mértünk. Számára is meglepetés volt a hal mérete. Korábban még nem volt ekkora fogása, de a horgásztársak között is kiemelkedő a teljesítménye. Ekkora fogásom nem volt. Volt csukába, volt 4 kilós, az 90 centi hosszú volt. Amúr volt még 6 kilós, unokám fogott 7 kiló 15 dekás amúrt, amit azt vissza kellett tenni. Visszatenni egy kicsit sért, de azért beletörődött. A rekordok voltak még, Nagy Laci bácsi fogott egy 12 kilós halat, az is harcsa volt. A Mátonyani bácsi fogott tavaly ugyancsak harcsát, az is szép példány volt, és így én fogtam a legnagyobban. Ismereteik szerint nem ez a legnagyobb hal, ami a tóban volt. Próbálkoznak kiemelni még ennél nagyobb halat is. Azt tudjuk, hogy hát nagyobb harcsa is van benne, mert már megfogták és el is ment, úgyhogy próbáljuk megfogni. A harcsa végül a tányérokon fogja végezni. Jut belőle bőven a rokonoknak, barátoknak is. Ezt a harcsát hazavittük, és kérlek szépen megnyúztuk. Vittem ki unokáimnak, vittem ki, utána szétosztottuk, majd kerül fel Pestre is, a sógoromnak viszek, a nővéremnek, majd később meg csinálunk egy kis vacsorát. A rekordfogás után már csak az a kérdés, maradt-e célja a horgásznak. Kovács Sándor elmondta, van még mire vágyni. Azt szeretnék fogni, egy busát szeretnék fogni még, mert már fogtam már amúrt, pontyot, de busát még nem fogtam. Úgyhogy harcsa után busa következne, hogyha sikerül.